527. nap Tegnap sok frissítés érkezett Velika Novoszélka irányából. Miután az ukránok sikeres támadó hadműveletet hajtottak végre, és elfoglalták Staromajorszkét, az oroszok Urozsájnéban műveleti bekerítésbe kerültek. Az orosz elemzők arra a következtetésre jutottak, hogy a frontvonal napokon belül összeomlik, ha csak az orosz erők nem tesznek drasztikus intézkedéseket, hogy a helyzetet a maguk javára fordítsák. Az ukránok gyorsan támadásokat indítottak Urozsájne ellen. Orosz források arról adtak hírt, hogy minden támadást visszavertek, míg ukrán források arról számoltak be, hogy az oroszokat a település feléről kiszorították. És úgy tűnik, hogy ez igaz is, mert az orosz erők délről kétségbe támadást indítottak Sztáromájorszke ellen. Az orosz rohamegységek célja az volt, hogy éjszakra szorítsák az ukránokat, hogy enyhítsék a nyomást urazsájnéra, így legalább rövid időre javítani tudjanak az utánpótlási helyzetem. A 35. tengerészgyalogos dandár ukrán tengerészgyalogosai arról számoltak be, hogy az első délről érkező orosz támadást a külvárosban megállították, az orosz erőket majdnem bekerítették, így amikor ezek észlelték ezt, azonnal elmenekültek. A második támadást Urozsájne felől indították. Az orosz erők átkeltek a folyón és megpróbáltak behatolni a faluba, de a támadás öngyilkos akciónak bizonyult. Az ukrán erők látták a helyzetben rejlő lehetőséget, és szándékosan enyhítették az urozsájnére nehezedő nyomást. Ezt azért tették, mert az oroszok továbbra is öntötték a tartalékokat a régióba, és mivel az orosz állások az Alföldön helyezkednek el, az ukránok taktikai előnyüket kihasználva könnyebben tudják megsemmisíteni az orosz csapatokat és felszerelést. Az elmúlt három napban az ukrán harcosok több tucat videót tettek közé a frontvonalnak erről a kis szegletéről. Az ukrán erők első célpontja egy orosz tank volt Szárom-Linivkában, amely néhány kilométerre délre van a legközelebbi ukrán állásoktól. Az ukrán dróncsapás második célpontja egy páncélozott harcjármű lett zabitne faluban. Egy másik hasonló jármű innen két kilométerre délre sem is ült meg. Az ukránok a dróncsapások mellett tüzérségi támadásokkal is pusztítják az orosz logisztikát. Egyik drónkezelő észrevette és kiiktatta az Akhmat névre hallgató különleges csecsenerők teherautóját is. Egy másik teherautót orosz személyzettel innen 4 kilométerre délre észleltek. A különböző típusú járművek mellett az ukránok dróncsapással egy aknavetőt is megsemmisítettek személyzettel együtt. Összességében az oroszok ezen a kis területen nagyon nagy veszteségeket szenvedtek, mind személyi állományban, mind pedig felszerelésben. Ennek az oka az volt, hogy az orosz parancsnokok nem akartak visszavonulni Urozsájnéből. Ha már az orosz parancsnokoknál tartunk, Máriupol polgármesteri tanácsadója arról számolt be, hogy ukrán partizánok közel 20 orosz tisztet mérgeztek meg. Jelentették, hogy egy partizán csoport felderítette, hogy az oroszok hol tervezték megünnepelni az orosz nemzeti ünnepnek számító orosz haditengerészet napját, és beszivárogtak a vendéglátóhelyre. Ennek következtében 17 tisztet kórházba szállítottak, kettő közülük azonnal meghalt. Eközben orosz állampolgárok megpróbálják országszerte felgyújtani a katonai toborzóiradákat. Három nappal ezelőtt egy ismeretlen csoport tömeges támadást szervezett a toborzó központok ellen. A jelentések szerint egy nap alatt 11 alkalommal próbálták molotov koktélokkal felgyújtani az épületeket. Összesen 22 városban 27 központot rongált meg a csoport, csak július 29 és augusztus 1 -e között. Úgy tűnik, hogy a társadalmi elégedetlenség rohamosan növekszik, és egyre többen válnak a háború ellenzőivé. Amennyiben hasznosnak találtad a jelentésben hallottakat, segíts minket egy lájkal, like Köves kövess minket a kép jobb oldalán látható zászlóra kattintva, vagy csatlakozz a támogatói körhöz, és például a Heimars szintől kezdve már a hivatalos, este 8 órai időpont előtt is megnézheted a napi jelentést. Köszönöm a figyelmet, találkozunk a következő jelentésben.